Minden idők legnagyobb magyar lottó nyereménye találhat gazdára a hétvégén, hiszen az öt találatos szelvény közel 6 milliárd forintot ér. Az fmc.hu szerkesztősége öt fehérvári, ismert fehérvári személy segítségét kérte abban, hogy jelöljünk meg közösen öt számnégyet és öt jótékony célt. Én a 18-as számot javasolnám. Egyrészt a születési dátumban, másrészt meg ugye nagyon sokszor az életben valahogy beleszaladok ebbe a számba. A Fejér megyei Szent György Kórház koraszülött osztályának az alapítványának szeretném felajánlani. Kötődésünk van, annak idén a kisebbik fiam, bár ő nem volt koraszülött, de egy nagyon egyhelyett picike kis tüdőgyulladással egy pár napot bent töltött, és nagyon-nagyon jó a csapat, és áldozatkész, nagyon jó csapat van, és egész életünkben én azt mondtam, hogy amíg élünk, addig hálásak lehetünk a munkájukért. Az én számom, az a szerencse számom a 13-as, mert egy péntek 13-ai napon változott meg az életem, aminek egyébként a nyomait és következményeit a mai napig viselem. Abban az esetben, ha nyernénk, én mindenképpen a Merrák Info Egyesületnek szeretném felajánlani a ránk eső részt, azért is, mert nagyon fontosnak tartom a Merrák elleni küzdelmet, és ez egy olyan jótékony cél, ami nők százezreit érinti, szerintem országszerte, úgyhogy mindenképpen őket szeretném ezzel támogatni. Hát legyen mondjuk a 16-os szem. A feleségem 16-án született, és én is 16-án születtem. Ha lott azon, akkor ezt meg szoktam tenni. Oké, ha bejön a 16-os szem, akkor nagyjából a te általad kiválasztott jótékonysági célra 1,2 milliárd forint jut. Melyik szervezetnek, egyesületnek szeretnéd felajánlani ezt az összeget, és miért pont nekik? Legyen mondjuk a Fehérvári Heti Betevő, amely rászorulóknak ad két hetente meleg ételt. Ezt 5 éve csináljuk, ezt a Fehérvári Betevőt Székesfehérváron, és egy jó szót és egy tál meleg ételt tudunk adni azoknak, akiknek erre igazán szüksége van. 11. Azért, mert földhöz ragadt vagyok, és évszámokkal dolgozom. 2011-ben született a kislányom. Először eljátszottam a gondolattal, hogy megfogom a pénzt és elfutok, de ha ez nem lehet, akkor szeretném a Vigyázókéz Gyermekvédelmi Egyesületnek. Mert azt gondolom, hogy és egy olyan projektet eszeltem ki, amit nagyon szeretnék megvalósítani, úgyhogy szeretném azt az 1,2 milliárd forintot. Szeretnék egy kutyakiképző központot, ahol nem csak segítő kutyákat képeznénk ki, hanem az állami gondozott gyerekek bevonásával egy ilyen gyermeknevelő projekt is lehetne. Tehát a Vigyázókéz Gyermekvédelmi Egyesületnél totálisan jó helye lesz a pénznek. Az egyes. Ez nekem valahogy az egyesre mindig jó dolgom volt, még talán általános iskolában is, amit szemlékszem, hogy eléggé ismertem a számot. És úgy gondolom, hogy mindennek az alapja. Ez a fehérvári. Egy, 11, 13, 16 és 18. Tippelőink szerint ez lesz majd a nyertes szám kombináció. A közel 6 milliárd forintot pedig az imént megnevezett 5 jótékony célra fogjuk fordítani teljes egészében.